Hát mindenkinek jó estét megint! Itt vagyunk a Estek Bocskorban egy vadi társasággal, nyilvánvalóan, hadd mutassam be a vendégeimet. Itt van Bosala Rozi! Ma először nálunk Szinetár Dóra! Az örökzöld Kabát Peti! És nem kevésbé jó barátunk Csonka Bandi! Ugye nem tettek róla. Az a ilyen... A gyerekek. Dóri, ne arra, hogy ezt te nem tudod, ezt át kellett élned, de én ezért élek. Tehát nekem ekkor ilyen kiszámítható jó sikerem sehol nincs, mint így, de tényleg. Bármi történik, az elején nem csinálok semmit, és vastapsz. Van, de csak ilyen kicsit kell ilyenkor a fejedet? Figyelj, szerényen. Tehát szerényen. Hogy egyébként, hogy milyen művészet a meghajlásnak most egy szomorú példa, hogy Benedek Miklós, aki ugye eltávozott közülünk, és nekem van egy felvételem, én csináltam egy előadáson, ott voltam, és boldog vagyok, hogy megörökítettem, hogy ahogy ő tudott meghajolni abban az a tartással, azzal az alázattal, az valami csodálatos. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat nekünk tanulni kell. Az én édesanyám évtizedekig dolgozott, akkor úgy hívták, hogy Nemzeti Színház, a Hevesi Sándor téren, ahol ugye volt karzat, igen. És hát ő megszokta, hogy úgy hajol meg, hogy ugye meghajol így, és aztán meghajol így. Ah. És akkor elhívták vendégszerepelni a Pince Színházba. Mondtuk neki előadás után, csodálatos volt, de hogy nem érdemes, mert gyakorlatilag a plafon van ott, ugye? Ez egy szokás kérdés. De ezt a Bandi is, hát ugye a karzatnak, amely gyakorlatilag az ATV könyvelő irodája van ott. Csókolom a könyvelőket. Fontos szereplő az életünknek, ne haragudjam. Peti, drágám, hogy vagy? Tudom, hogy utálsz már a sérülésedről állandóan újra és újra beszélni, de azért mindent elkövetsz, hogy tudjunk a legújabb fejleményekről. Szóval azt tudom, hogy gyógytornázol, de mesélj, hogy mi van a szalagokkal? Kellettek-e újak, új alkatrészek? Nem, de a porc leszakadt, és azt kellett kitisztítani. Úgyhogy hála Istennek jól sikerült. Ez a Istenes Bence csinálta veled? Nem, én azt nem is találkoztam. Nem, Rácz Jenő. A Jenő. Na Jenő! Igen. A Jenő vert meg ennyire. Milyen Rozi, kérlek! Mi van? Mert az egy dráma volt. Nem attól sérültem meg, hogy kaptam. Hanem ahogy igen, és a lábam a... Most tényleg? Tudom, ahogy összeláttam, igen, ez most már emlékszem. Ez nem a Wim Hof, vagy hogy hívják? Wim Hof. Együtt járunk ilyen Wim Hof... Tessék? Wim Hofra járunk együtt a Petivel. Van ez a jeges merülés. A Wim Hof, a jeges csávó. A holland jeges csávó. Csak akkor volt a bődön, hogy nem fértünk bele. Rozival ketten? Hát nem, egyedül. De voltunk, képzeljétek el, december 23-án egy ilyen egynapos workshopon, ahol megtanítottak minket jeges merülni, légzésterápia, minden volt. Egyébként nekem, én most mondtam a Petinek, mert azóta nem találkoztunk, hogy én vettem a teraszra egy ilyen kis gumimedencét. Wim Hof medencét? Egy kis Wim Hof medencét, és lehet be reggelente. De mit tudod. Érzel a végén? Hát, hogy nem tudsz megmozdulni. Egyezik az élmény. Nem tudsz megmozdulni, úgy szétfagytál. Tehát azt érzed. Fantasztikus. Endorfin. Nem, amikor kedved van. Ez nem ugyanaz, mint amikor a zuhanyarat kinyitod a hideget, meg a meleget? Jobb érzés. Mert körülöl el, és bele tudsz ereszkedni. Na mindegy, ez is a Peti regenerációs folyamatának egy része volt, hogy eljött erre a Wim Hof kurzusra. A műtét előtt, igen. Néztem azt a kis bödön, mondom, ebbe fogunk beleülni, nem volt benne víz. És akkor beleraktunk vagy 100 kiló jeget. Igen. Olyan hideg volt, hogy... Hát mit vársz? De kim is hideg volt. De, jó, akkor másképp kérdezem, mit vártál, hogy ez mit fog eredményezni? Nem tudom, Peti, mit vártál. Elvarad a műtét, vagy... Másképp élitek meg, te fantasztikus endorfin, megvilágosodás nirvána, a Peti meg a ott hideg volt a víz. Nem, mert a focinál is nekünk volt mindig jégkád, és soha nem mentem bele, mert én nem szeretem nagyon a hideget. De így visszatérve, jó a lábam, hála Istennek, minden nap gyógytornázom, és most egy hét alatt elég sokat javult, úgyhogy legalább már tudok menni. És hogy állsz, a Újpest öreg fiúba tudnád már rúgni a bőrt? Vagy?
Most még nem, azért még kéne egy hónap. Fú, gyerekek. Rozi? Én vagyok. Drágám, tudod, hogy nézelődünk ilyenkor, ki mivel történik, és hál' Istennek most nem találtunk egy újabb fogyásos cikket. Ne, találtatok, csak nem raktátok be, de most már itt van velünk ez a történet, egy másik történetet találtunk, hogy hát azt tudjuk, hogy milyen karakán nő a te anyukád, drága Kata, hogy amikor letartóztattak, akkor azért nem sietett téged annyira megmenteni. De várjál, melyik letartóztatásomra gondoltok? Tehát nem tudom, hányszor hívtál anyukádat, amikor te felhívtad, és annyira nem sietett téged kimenteni onnan. Igen, igen, hát ez egy ilyen parkolásokból felgyülemlett csekkhalmaz miatt engem átvert. Ez szerintem egy ilyen beépített rendőr, de hát felhívtak. Beépített rendőr, aki parkolásokat intéz. Ez hihetetlen volt a történet. Tényleg felhívtak azért, ez 20 éve történt, hogy szeretnének átadni egy csekket, mert a lakcímemen nem találnak engem. És akkor gondoltam, jó, hát én úton vagyok a munkahelyemre, és találkozzunk félúton. Nagyon jó, Rómer Flóris alján ott találkoztunk, csávó kiszáll az autóból, az is egyébként egy ilyen beépített autó volt, mert nem volt rajta rendőrségi matrica, kiszáll, abban a pillanatban a jelvényét kidobta a pólóján kívül, melkasára, és azt mondta, hogy akkor most tessék velem fáradni. Én mondom, hova én megyek a munkahelyemre, maga hova megy, ez nem valószínű, hogy ugyanoda megyünk, mondta, hogy de, tehát, hogy én ülök be hátra, és ő engem vissza rabosítani. Nem értettem, hogy miről van szó, de mondom, hogy csekket akartak nekem odaadni, majd kiderült, hogy 200.000 forintra növekedett ez a bírság halmaz. De ezek gyülekeztek a postaládádba amúgy? Nem, tehát, hogy ugye én egyet nem fizettem be évekkel azelőtt, és az a halmozási történet elindul. Hát az mindig egy újabb levél, amit átkéne... Kéne... Nem jött. De nem küldenek levelet. Nem jött. 200.000 a tartozása? Nem jött a levél. És az 20 évvel ezelőtt az sok volt. Tehát ez olyan 4-5 évig húzódott ez a történet, mire elérte ezt az összeget, és akkor utolsó szó jogán felhívtam anyámat, hogy mama gyerekében melyen mentsél. Volt ilyen maxotot csináltak róla? Azutána volt. Igen? Igen. Először mondták, hogy akkor minden értéktárgyamat ürítsem ki, a zsebeimet, telefon, amit akarok, ez bent a második kerületi rendőrfőkapitánysága, de nem, még mindig nem értettem, hogy miről van szó, és akkor felhívtam anyámat, hogy mama, gyere, értem, hát valahonnan hozzá 200.000 forint, mert én kérdeztem, hogy kártyával lehet-e fizetni, de nem mondták, hogy nem. És akkor engem rabosítottak. Mágsolt, van-e tetoválásom, és akkor nagyon aranyos, hogy kacsintott, emlékszem, hogy mondta, hogy nem mondja, hogy van, mert ha azt mondja, van, azt is le kell fotóznom. És mondtam, hogy nincs, semmi nincs, oké. És voltam úgy? Új lenyomat, persze, hogy volt. Okay. Új lenyomat, és akkor bezártak engem egy ilyen kis cellába. Na most anyám nem rohant értem. Tehát, hogy nem az volt, hogy mindent eldobott és jött. Szerintem úgy volt vele, hogy akkor én ezt most gondoljam át. Amikor felhívtad és mondtad, hogy anya, probléma van. Hát, hogy kislányom, te rosszabb vagy, mint egy foci csapat összesen. Nagyon jó válasz. Tehát, hogy ezt nem hiszi el, hogy még mi jöhet. És akkor utána valahogy belvickélt, úgy késő délután értem. Kifizettük, és egyébként direkt? Tehát ő elmondta utólag, hogy direkt szivatott? Hát nyilván ebbe volt egy kis pedagógia. Persze. Imádom. Persze. Szóval ülnek a csekkek újra. Nem, az egyébként ez egy jó tanuló pénz volt. Tehát azóta én nagyon becsület. Egyébként itt kell parkolást fizetni? De egyébként bármelyikünk el előfordulhat, nem, hogy rács mögé kerülünk, egy bagatel ügy. Tényleg, nem, hát sose, a Rozinál se lehetett tudni, hogy ti például kit hívnátok először? Dóri? A férjemet. A férjedet? És ő sietne vagy hagyna? Sietne, azért hívnám őt. Tehát apukád nem sietne. De nem, egyébként most így hirtelen végig gondolom, igazából mindenki, aki nekem fontos, szerintem sietne. De mondjuk én már öreg vagyok, tehát lehet, hogy 20 évvel ezelőtt még ők se siettek volna. Szerintem a Kata is most már sietne. Igen, szerintem is. Azért az más, tehát hogy... De mondjuk én is sietnék a lányomért, hogyha fölhívnak, okay. De ő meg még kicsit, nem, ez más. Kárnyakata az ember ilyen... azért őt más fából faragták. Ismerem jól. Bandi, kit hívnál? Egy producert, hogy filmesítsük meg ezt a sztorit. Peti? Hát én is páromat, egyértelmű. Mert ja, tudom, hogy egyből jönne, meg segítene. És ő egyből jönne. Anyuéknak meg nem szólnék, mert nem akarom, hogy idegeskedjenek. Akkor inkább maradjak benne.
Igen, csak hogy ők nyugiban legyenek. Persze. Igen, felajánlották egyszer egyébként, hogy rabosítanak, de én nem tudom igazán... Miért kérdezett le? Úgy történt, hogy volt egy... Én ajánlom, egy ilyen digitális detox az egész. Tehát így elvesznek minden, beűsz teljes a gondolatait. Neked az a mániát, perúj, őserdő, meg izé. Lehet, hogy kezdődött, lehet ott a hazdan, eszélyben ezelőtt. Volt egy premier buli, nagyon, tényleg régen, tizenvalahány éve a pesti alsó rakparton állt egy hajó, és ott volt egy ilyen buli, és akkor ott voltunk még a volt férjemmel, megbeszéltük, hogy elindulunk haza, és ő ivott tett két pezsgőt, ő se volt abszolút részeg, de én meg nem ittam semmit, és az utolsó pezsgős poharában volt még ennyi, és én meg nagyon szerettem volna elindulni, és akkor ő mondta, hogy jó, ha kiürül a pohár, elindulunk, és akkor én nagyon frappáns voltam, megfogtam a poharát, és kiittam belőle azt az egy kort pezsgőt. Akkor ő mondta, hogy jó, mindegy, akkor menjünk. Elindultunk. És hát mivel ő megivott két pohár pezsgőt, ezért mondtam, hogy én vezetek. Az ő autójával voltunk, beültünk az autóba, pont rossz irányba állt az autó, úgyhogy én így megfordultam ott lenne a rakparton az út közepén, ott van egy dupla záróvonal, de hát már annyira nagyon késő volt, hogy már mit nem jött senki. Eddig kettős bűncselekménynél tartunk. Majd kettő másodperc múlva ugye hallottam a na jó, akkor félreálltam, jött az ember, és akkor mondta, hogy ugye forgalmi és jogosítvány, és akkor odaadtam a forgalmit, ami ugye nem az én nevemre szólt, hiszen ugye nem az enyém volt az autó, majd utána mondta, hogy jó, akkor fújjam meg a szondát. Mondtam, hogy tehát, hogy annyira kellemetlen, mert két perccel ezelőtt egy korty pezsgőt ittam, de az biztos, hogy még ki mondta, hogy jó, hát fújjam meg a szondát, megfújtam a szondát, az így kilengett. Nem mondod. De... és utána mondta, hogy adjam oda a jogosítványomat, és mondtam, hogy nincs nálam. Az három akkor. És akkor így állt, de olyan aranyos volt, így állt, nézett, és akkor azt mondta, hogy most igazából rabosíthatnám. Ez a felajánlás. És mondtam, hogy igen, és mondta, hogy dupla záróvonal, ittas vezetés, nincs itt a jogosítványa, és nem az ő autója. Menjen haza. Ó, de helyet. Meg sajnálom. De milyen izgi lehet volna vége? Egyébként Dorival kapcsolatban találtunk nagyon izgit, lehet, hogy ezt mások tudják, én nem tudtam. Egyébként a szerkesztőség így írta nekem ide, breaking news, Dórának állítólag jó a humora. Állítólag jó a humora. Azt hiszem, ez egy újságcikk, de azt mondta, ezt ő írta. Na mindegy. Ki az Ági? Ági, igen. Igen, na most hát Dórival régóta ismerjük egymást, és én tudom, hogy tök vidám csaj vagy, de amikor mondjuk interjút adsz, akkor azért ott sok a mélység, meg a bölcsesség, meg minden, és akkor most olvasom, hogy stand-uposnak álltál. Ültél, akkor azt hiszem, de mindegy, stand-up. Hát a stand-up. Igen. Téged kibuzdított, hogy van humorod? Tehát ki az, aki... Úgy kell kérdezni, hogy kihített el veled. Igen. Légy szíves, így írd meg legközelebb a kérdést. Az a helyzet, hogy Lévai Balázs rendező, producer kitalálta, hogy akar csinálni egy olyan sorozatot, aminek az a címe, hogy Egy életem, és ebben a sorozatban felkért összesen eddig hármunkat, hogy csináljunk önéletrajzi stand-upot. Az első volt a Grecsó Krisztián, nyilván az ő esetében nem kérdés, ugye egy íróember. A harmadik volt a Mucsi Zoltán, a Kapa, ahol szintén nem kérdés, és én voltam a második, én se értettem, hogy miért engem keresett meg, illetve ez így ebben a formában nem igaz, mert én egyébként nagyon szeretek színpadon beszélni, illetve én ugye eleve nagyon szeretek beszélni. Ugye? Igen. De hogy színpadon is szeretek beszélni, tehát hogy észrevettem az elmúlt évek alatt, hogy régen, amikor elmentem koncertezni, akkor mondjuk egy egyórás koncertből 55 percet énekeltem, ma egy órás koncertből 30 percet beszélek, és hogy szoktak nevetni, tehát hogy úgy szoktam mondani. Tehát volt valami előélete a humornak, jó? Igen, tehát hogy így előfordul, így mondik valamit, és akkor nevetnek, és előfordul. És valahogy erre a Balázs ráérzett, és igazából így lett ez az egy életem, és nevetnek olyan jó, mert így és de, mesélek. A stand-uposok, amikor beszélnek, elmondják, ők nagyon-nagyon precízen megírják az egész műsorukat, és akkor azért hagynak egy pár helyet kis improvizációnak. Neked mindenki van centízve, vagy azért te is implózol ebben? Nagyon fura, mert ugye azért egyrészt én színésznő vagyok nem tudom hány éve, és megszoktam, hogy színpadra úgy megyek, hogy tudom, hogy mit fogok mondani. Igen.
Másrésztről ezek tényleg az én történeteim. Tehát ez egyszerűen annyi, hogy én a Bandika láttam. Igazolom, hogy nagyon azt gondolkodtam, hogy ezt el is mondom egyébként, csak az, hogy sokszor ezek a történetek, amikor megtörténnek, még nem viccesek, csak most utólag, amikor visszagondol rá, és idézőjelbe teszi, és felidézi, és hozzáfűz valamit még, attól egyébként baromi viccessé válnak sokszor, nem? Igen, szóval kell egyfajta egy tükör, amin keresztül az ember nézi a saját történeteit. Sőt, azt kell mondjam, hogy a legtöbb történet attól vicces, hogy nem mondom végig. Ha végig mondanám, sok történet inkább szomorú lenne. De ugye addig a pontig mondom, ameddig még vicces. És Dóri ott élete. El is engedjük. Hát, igen. Nézzük meg egy részletet ebből, jó? Hurrá! Sokszor volt sláger téma a bulvár sajtóban, legalábbis sok mindenre találták ezt magyarázatként, hogy Szinetár Dóra mindig beleszeret a színpadi partnereibe. Eljött a nagy pillanat, és akkor én most megmutatom önöknek, hogy az elmúlt pár évtized alatt hány olyan színpadi partnerem volt, akibe így vagy úgy valamilyen formában bele kellett szeretnem. Íme. Komoly, nem? Egy egész társulat. Most azt képzeljék el, nem szerettem bele mindbe. Na, egy apró részlet. De azért az se igaz, hogy csak kettő volt. Ebből biztos, hogy... Hát figyelj, ez egy tabló. Tehát most nem igaz, hogy kettő volt. Jó, akkor más kérdezzük. Akkor azt mondd meg, hogy hogy lehet beleszeretni egy színpadi társba? Ez a színpadon történik ez a bim, vagy a színpad mögött inkább, amikor... Ott már a bam. Ott már bam. Rozi! Hát itt én kell, hogy ízléstelen legyek, nem te. Én tök ízléses vagyok. Köszönöm. Bandi, te például, hát rengeteg partnered volt neked is. De olyat nem hallottam, hogy te beleszerettél volna Esztergályos Cecilia vagy Xantusz Barbarába. Miért? Mert nem hallottam. Miért nem hallottam? Az Bandi, mi a kérdés, ez miért nem hallottam? Igen, vagy miért ne történhetett volna? Nem mondtam, hogy nem történhetett, akkor mondd el, ha megtörtént. De azért... Mária, volt ilyen? Igen. Észre se tudom számolni az eset. De most komolyan volt olyan színpadi színész partnered, akivel úgy el tudtad volna képzelni a pályafutásod során? Na, jó van, Dóra, nem voltam rajta azon a tablón. Miért ne lettél volna? Nem voltam rajta. Tudod, miért nem voltál rajta? Nem játszottunk szerelmes szerepet. Hát sose kellett beléd szeretni. Hát szamár voltam, meg gyertyatartó, ilyeneket játszottam meg. Az hősasszonyai mellett én ezeket játszottam. Nézzük meg, erről van egy képünk. Nézzük meg a Dórit és a Bandit. Na, tessék. Melyik vagy te? Hát ne csodálkozz, hogy... Melyik vagy te? Hát ne haragudj a fejemet, azért nehogy már ne ismerd meg. Ja, szamár. A pengarcomat. Mert Dóri, tényleg mi hiányzott, hogy belé szerestek? Tehát mi hibázott? Neki a fekepali a zsánerre, nézd meg! Hát, hogy simul hozzá? Most én sem tudom, melyik a fekepali. Kieséses alapon a nagy zöldet. Ezt imádtuk. Peti, neked nem volt olyan csapattársad, akiben csak azért nem szerettél bele, mert fiú volt? De most normálisan vagy. És normális vagy. De... Csapat, hát aki annyira bejött csak, hát fiú volt, és akkor azt nem. Figyelj, én megmondom őszintén, hogy tehát, hogyha valaki jóképű férfi, azt én megmondom, hogy az jóképű. Tehát én azt tehát nem elvállalom, hanem, hogy felismerem. De az, hogy egy focista társam, csapattársam, akivel együtt zuhanyzom, én nagyon nem akartam nagyon szerelembe esni. Bocsi, esküszöm, bemegyek a hideg vízbe, de ott meleg víz volt. Peti, ez csak egy kérdés volt, felejtsd el. Na jó. Valamit elfelejtettünk a műsor elején, hogy ami Banding 16-án töltötte be az 59. Jó van, mit gondolod? Nyugodtan. Ez egy szép szám, hogy utolsó 50-es. Én nem mondtam volna, hogy nagyon jó tartod magad. Én sem mondtam. Mit mondasz jövőre? Hát, hogy 60 lettél. Igen. 60 lettél. Ez egy picit később majd foglalkozunk, most viszont váltsunk témát. Örülök, köszönöm a szerkesztőségnek.
Valami érdekes volt, itt a héten olvastuk, hogy mekkora viart kavart az, hogy Kembe Sorel, aki ugye színész ugyan, de egy ilyen videós podcastet ő is elindított, azaz vendégeket hív a YouTube csatornájára, és ő tette ki felháborodva azt, hogy hívott egy vendéget, és ez a vendég ezt kért ezért a szereplésért 100 ezer forintot, de nem nevezte meg, hogy ki az. Aztán maga a vendég jelentkezett az újságnál, hogy én vagyok az, Alekosz, igen, én kértem 100 ezer forintot. Na, ezzel fog majd foglalkozni, hogy szerintetek lehet-e kérni egy ilyenért pénzt, hogyha Alekosz ilyen arra hivatkozik? Lehet, akkor szólhattatok volna korábban. Na jó, akkor Rozikám, itt folytassuk, jó? Itt folytatjuk, jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. Újra itt vagyunk és folytatjuk, itt van velünk Bosala Rozi, Szinetár Dóri, Kabát Peti és Sonka Bandi. És most egy picit elmegyünk a televíziózás meg a rádiózás mellett, mert ugye egyre inkább jön fel a streaming, tehát a YouTube és a TikTok tartalmak is, egyébként meglepő módon ezek a tartalmak is már sokszor jóval több nézőszámot érnek el, mint egyes tévéműsorok, és pont nyilván ezen felbuzdulva Kembe Sorel színész is egy ilyen beszélgetős műsort, egy ilyen podcastot indított, beszélgetnek, stb. És most ő kitette egy videót, és ő kiakadt azon, hogy az egyik meghívottja pénzt kér a szereplésért. Nézzük meg! 8 éves koromra kell rájöjjek arra, hogy Amerikában élek. Ugyanis csinálom ezt a podcastet, tudjátok, Kembe Sorel podcast, keresetek rá YouTube-on. És ugye közérdeklődésre számon tartó személyekkel beszélgetek, akik általában el is fogadják a meghívást, talán élnek. De olyat még nem hallottam soha, hogy 100 ezer forintért vállal valaki interjút, mert logikusan, ugye, az csak nekem jó. Viszont a nagyon híres emberünk azt nem garantálja, hogy akár öten megnézik azt a beszélgetést. Mi az anyámra fizessek 100 ezer forintot egy beszélgetésért akkor? Még be vannak ezek a sztárok, te jó Isten! 100 ezerért nyilatkozó! Húha! Na jó, itt nem nevezte még meg Kembe Sorel, hogy kiről van szó, de hát ő azonnal jelentkezett, mármint akiről szó van, és ez ugye Alekosz volt. Na most egy levelet vagy bármit írt, azt hiszem a Bliknek. Ő jelentkezett, hogy én vagyok a 100 000-es. Igen, én vagyok a 100 000-es. Ezt felolvasom nektek, amit Alekosz válaszolt erre. Azt mondja, hát mit képzel ez? Tudja mindenki nagyon jól, ahol Alekosz megjelenik, ott azonnal országos sajtó megjelenés, országos kattintások, megosztások, országos érdeklődés kezdődik. Gyerekek, itt ülünk és róla beszélünk. Tehát, hogy ez a téma. Oké, folytatom. A nézettségi hallgatottsági rekord garantált. Legyen az rádió, televízió vagy internet. A munkáért, a szereplésekért adott pénz a tiszteletről szól. Ennyire nem tisztelt engem, hogy azt képzelte, ingyen leadok neki egy olyan interjút, ami aztán egy hétig menetel a teljes magyar sajtóban. Ha csak egyetlen egy lap átveszi, már az többe kerül, mint 100 ezer forint. Hát mit képzel ez? A szándékát végül is elérte, mert az, hogy én itt most megszólaltam, rögtön országos figyelmet fordít a csatornájára, amiért persze nem fizette ki a 100 ezer forintot. Nos, kedves Kembe Sorel, most megkaptad a címlapsztoridat, tessék, kérem a kasszához fáradni, adós, fizes! Jaj, ezzel van a baj, sajnos ezzel a stílussal van olyan nagyon nagy baj. Tehát igazából önmagában az a baj ez az egész üggyel, hogy Magyarországon semmilyen kultúrája nincs ennek az egész történetnek, és tulajdonképpen megszoktuk 1600 évvel ezelőttről már, hogy tényleg interjúkat adunk, és kinek jut eszébe ezért, mondjuk elmész egy reggeli műsorban, stb. Tehát, hogy nem, nyilván nem kérsz pénzt. Önmagában az nem probléma, hogyha valaki pénzt kér egyébként szerintem, hogyha valaki el tudja helyezni magát ezen a palettán, és azt gondolja, hogy ő ér annyit, rendben van, de ezt lehet vele próbálkozni, ezzel nem kell megsértődni. Viszont az a stílus, amit képvisel... Most éppen ki? Alekosz. Uh-huh. Jó, ez a stílus sem az is furcsa egyébként nekem, amit igaz szor elé, de az Alekos stílusa az teljes mértékben elidegenített. De volt valaha, amikor úgy érezted, nem, hogy nem meghallgatnék egy Alekos interjút? Nem, de hát látod, abban igaza van, amit te is mondasz, hogy most vele foglalkozunk. De elérte tényleg. Jó, gyerekek, sok területről meg tudjuk ezt közelíteni. Bocs, Dóri, akartál valamit mondani? Azt akartam csak mondani, hogy a mai világot látva, én például azt gondolom, hogy ilyenkor az is megtörténhet, nem állítom, hogy ez történt, de simán el tudom képzelni, hogy
véletlenül valahol találkozott ez a két ember, beszéltek arról, hogy hát van nekem ez a podcastom, de nincs olyan nagy nézettsége, és akkor Alekosz azt mondta, hogy figyelj, megoldjuk. Ja, és így megoldották ketten együtt, mert ma ez még, tehát még ezt is simán kinézem. Jó, összeesküvés elméleteket egyébként a Bandi szokott gyártani. Tetszik is neki. Tetszik is neki. Mert én már semmit nem hiszek el. Egyébként, hogy ugye nem árulta el először, hogy ki az, és hogyha mondjuk kiderült, most direkt azt mondom, hogy az Udvaros Dorottya, akkor senki nem lenne annyira felháborodva, hogy Udvaros Dorottya azt mondja, hogy ne haragudj, Kembe, szor el, de akkor megyek el hozzád beszélgetni, ha fizesz nekem 100 000 forintot. Mindenki gondolhat róla akármit, azért ez nem ugyanaz a kategória. Abszolút egyetértek, de nézzük meg, hogy egyrészt ki mit ér, ki mit gondol, ez a piaci érték, hogy ez egy nagyon hullámzó dolog, megfoghatatlan. Először is az előbb mondtad, hogy reggeli műsor, ti hogy vagytok ezzel, ti miért kértek pénzt, és miért nem kértek pénzt? Tehát nem, tényleg, mert például, ha elmész egy reggeli műsort, amit elmész a Mokkába, vagy a RTL reggelibe, kérsz-e pénzt, elmész egy esti talkshowba, kérsz-e pénzt. Van egy különbség? Ez nagyon érdekes kérdés, most nagyon sok minden ki fog derülni. Figyelj, Bandi? Szerint... Rozi, óriási vagy! De Rozika, tudod, hogy nincsenek titkaim, vagy csak bizonyos mértékkel. Tehát, hogy tulajdonképpen én elmondom azt, hogy én soha az életemben nem kértem semmi a reggeli műsorban. De miért reggel van? Nem azért, gyerekek, azért nem kérem. Bocsánat, de várjál, közben azért ne felejtsük el, hogy amiért én elmegyek, vagy amiről én beszélek, az nekem egyfelől lehet promóció, lehet egy, tehát nekem is fontos, nem csak annak, aki meghív. Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy egy esti talk show, ami nem podcast mondjuk, hanem egy esti show műsorban való beszél, az más, azért nyilván... De miért? Ugyanazt mondod el, mint reggel, csak reggel fel kell, ugyanazt. Azért, mert az többről, főműsorodőben este nincsenek a kereskedő csatornánkon beszélgetős műsorok, ott akkor produkálod magadat, énekelsz, tök valamit csinálsz, még szerepelsz. Hát én nem, szerintem nem feltétlenül, mert a reggeli műsoroknak annyira pici a nézettsége szerintem, hogy ők nem tudnak olyat generálni, amivel... ezt tudják finanszírozni. Reggeli műsorban én ez soha nem... Ez külön kasszában a reggeli műsor. Soha nem kértem pénzt, kértél már pénzt reggeli műsorban. De szerintem senkinek nem adnak. Szerintem se adnak tehát senkinek. A reggeli de műsorban jó, de akkor ezt mi elfogadjuk. Nem kérünk pénzt reggel, mert tudjuk, hogy úgy sem adnak. Igen. Szerintem ilyen rohadt. Szerintem minden, hogy kérünk pénzt, ahol tudjuk, hogy lehet, mert fognak adni, és sehol nem kérünk, ahol tudjuk, hogy úgy sem fognak. Igen, bennem inkább a kérdés az, hogy egy esti műsor, amit néz X ember, és egy podcast, amit szintén X ember néz, a podcastban miért nem kérünk pénzt? Azért nem kérek pénzt, mert amikor tudom, hogy hova megyek el, akkor sokszor azt gondolom, hogy megtiszteltetésnek gondolom, hogy egyáltalán meghívnak. Tehát az azt is lássuk, ki az, aki beszélget veled. Elmenni egy Fiderikusz, egy Kadarkai, tehát érted, azért egy bocsánatot kérek. Tehát azért... És akkor a bocsitól miért kérsz pénzt? Na miért kérsz pénzt? A bocsánat, nem, az azt a pénzt én összegítem, és vissza fogom neki fizetni. Ez egy show műsornak számít. Mit szóltok ugye ahhoz, hogyha belegondolt, most tényleg foglaljuk össze, tehát minden tartalom, legyen az egy újságcikk, legyen az egy rádióműsor, tévéműsor, podcast, az egy termék. Az, aki ezt elkészíti, azzal pénzt akar keresni. És miután pénzt keres, és maga a tartalom te vagy, jár-e neked abból a pénzből? Sokan azt gondolják, egyébként én is, hogy jár. Ugye eleve az is egy kérdés, hogy az embernek... tehát üzlet, tehát nem egy kulturális küldetésben vagy ott, hanem pénzt termelsz másnak. Igen, de miközben pénzt termelsz másnak, közben, hogy neked megéri-e? Mert ugye mindig arra alapoznak, amikor azt mondják bármiért is, akár interjúért, podcastért, hogy ha az ember egyébként felveti a kérdést, hogy fizetnek-e, és akkor nagyon gyakran jön ez a válasz, hogy hát ez neked jó. Jó, de neked vannak karácsonyi CD-jeid, nekem nincsenek. Ezt akarom mondani, hogy az édesapámmal megtörtént, még nagyon sok évvel ezelőtt volt a Nap TV, Napkelte című műsor. Igen. És akkor felhívta őt a gyárfás Tamás, hogy menjen el nyilatkozni, és nem tudom, 5:20-ra kellett órát húznia, és hát ő akkor rendező volt, meg akkor már nem volt éppen semmiféle beosztásban sehol, és hogy beszélgessen a mit tudom én miről, bármiről, és akkor mondta apukám, hogy soha nem kérdezett ilyet, de egyszer úgy eszébe jutott, és úgy megkérdezte tőle, hogy te is, hogy fizetsz te nekem ezért, hogy én reggel oda jövök, és pont velem hirdeted a... kérdezni, az durva, igen. Velem hirdeted a műsorodat, mert hogy ugye akkor előző este már az a beharangozó, és akkor ugye tegyük hozzá, az történik, hogy a vendég miatt oda kapcsolnak, és nézik a reklámot, ami meg ugye aztán az adott igen.
És akkor mondta neki a gyárfás, hogy de hát ez neked jó. Mire apám mondta, hogy nekem miért? És akkor itt így elakadt ez a beszélgetés, mert hogy igazából ezt neki nem tudta megmagyarázni, hogy ez neki miért jó, tehát őt ezen túl sem fogják se többet hívni, rendezni se. De hát én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy van-e bármilyen olyan produktuma, ami miatt neki megéri magát mutogatni mondjuk ingyen, vagy nem. Ha nem éri meg, akkor nyilván nem kell elmenni, de szerintem ma már mindannyiunknak van olyan produktuma, mert oké, hogy neked nincs karácsonyi lemezed, de van rádióműsorod. Ugye, ha elmész valahova... Ahova ingyen elmegyek. Köszi, Bandi, meg is hívlak. De hogyha mondjuk felhív egy újság, és adsz egy interjút, azért nem kérsz pénzt. De miért nem kérsz pénzt? Na de gyerekek, hát ezt mert tudjuk, hogy nem adnak, de nincs egy közös érdekképviseletek, aki azt mondaná, hogy na gyerekek, most tudod, hogy nem ad. Egy szakszervezetet kellene alakítani, nem ilyen egyébként, hogy megvédi az érdekeinket. Várjál, de nem ilyen egyszerű a dolog, mert pont jó a kérdés, ugyanis ugye van olyan újság, ami hogyha fölhívja az embert, akkor azt mondja, hogy ó, igen, nagyon szívesen, jaj, de jó, persze, mikor fotózunk. És van olyan újság, ahol azért többünkkel megtörtént már, hogy azt mondják, hogy hát szeretnénk készíteni veled egy interjút, nem tudom, a kutyádról, és hát ugye fizetni nem tudunk, viszont hát, hogy esetleg van itt egy, nem tudom, wellness hétvége, és akkor jönnek ezek a bizniszek. Van ilyen pedig, csak... Van olyan újság, aki viszont több millió forintot fizet, hogy mutasd meg a gyerekedet mondani, neki. Na most ugye egy ilyen olyan utogatás, esküvői kép. Az a jó téma. Ezek, hát érted. Most kit mutassak meg? Bandi, nekem van egy ötletem, meg tuti biznisz, Bandi. Házasodjuk össze! Nem rossz. Bandi, én elintézek neked egy esküvőt. És hogy mi lesz a gyerekkel? Arról befogadjuk a Petit. Én leszel a kis gyerek. Úristen. És szép család lenne, én igazi kis mozaik. Már elképzelem. Kis mozaik család. Kis mozaik család. Egyébként... Fölnépsz mozaik esküvőnkön? Hogyne. Egyébként Kembe Sorrell azt mondta, hogy ő egyelőre nem sok pénzt keres ezzel a csatornával, és ezért irreális Alekosz kérése. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a Snoop Dogg jönne az ő műsorába, akár ezt a 100 000 hitelből dollárban is kifizetni. Nem mondod. Ezt mondta, tehát, hogy ezzel is ugye nyilvánvalóan ő is belövi azt, hogy te mennyit érsz. Na, most nézzük meg, hogy ti mennyire taksáljátok magatokat. És most konkrét számokat fogtok mondani. Elmondom, hogy mi az Origo. Az Origo, várjál, az Origo az ugye Alekosz 100 000. Kembe Sorrellnek. Akkor mondjuk te, hogy taksálod magad, mennyire, tehát Alekosz 100 000 Kembe Sorrellnek, te mennyire mész el Hajdú Petinek? Számokat kérek, most itt nem szarozunk, tehát 100 000 az Alekosz a Kembének. Te mennyi vagy a Hajdúnak? Most már tényleg mondja a számot. Nem szarozunk a Hajdút. De a Hajdúnál nagy... Máshoz nem lehet menni? Igen, ezt máshoz. Kikezdi a sort. De nem lehet így nézni a dolgokat, mert attól még, hogy Rozi, nagyon nézed. Rozi, mondjam egy számot, légy szíves. 2 000 000. Mennyi? Kettő millió. Hány perc? Hát igen, nagyon fontos, hogy egy óra. Egy óra, igen. Dori. Te kiszámoltad fejben közben. Jaj, nem, én azon gondolkozom, hogy hány ember van, aki majd ezt hallgatja, és azon fog gondolkozni, hogy ő egy óra alatt mennyi pénzt keres azzal, hogy mondjuk megszakad a saját munkájába. Igen, ez azt a 2 milliót, a Peti, ne mondja a szín! Mondtam valami űrbéli összeget. Rozi, te egyszer voltál nálam egy egész stábban, fölfordítottad a lakásomat, fölforgattad, a hűtőből kivettél dolgokat, elkezdtél főzni, megettem a kaján, és aztán még egy bűvök bort is kinyitottunk utána. Hallod, nálam is voltál. Nyilván fillért nem fizeti, ez rendben van, Rozi? Iszonyú jó válaszom van ennek a műsornak, a Hajdú Peti volt a producere, hozzá lehet fordulni. Jó. Én egy ártatlan szereplő voltam.
Az előbb ti is látjátok, Dóri sem mert számot mondani, Bandi sem. Azért nem mondok, azért mondok számot, mert például mondok egy példát, például a kadarkai beszélgetésnek én azt köszönhetem, hogy kaptam egy olyan szerepet, amit egyébként biztos nem kaptam volna meg, mert nem osztották volna rám. Ha ez valaki, promóció, így van. Hallott azt a beszélgetést, és meghívott egy darabba. Tehát, hogy azért ez elképesztő. Szóval nehéz ez a dolog. Tényleg. De most engem behúztál ebbe a zsákutcába. De most nézd meg, milyen gyávák a barátaid. Mondjál már összeget. Én azt akartam mondani, hogy szerintem keveset, ha mondasz, nem szabad mondani. Mert akkor besorolnak. Tehát szerintem az a legnagyobb hülyeség. Jó taktika. Persze. Jó, nektek erre ez az alkudozás, látjátok, tök kényelmetlen. Mennyit mondott? Kimondta, 2 millió egyet mondott. 2 millió egyet. Jó, gyerekek, ez az egész podcast, meg ez az egész téma, szerintem, hogyha húznánk egy vonalat, hogy mostantól kezdve akkor legyen így, akkor lehet. De az, hogy most semmi nem történik, tényleg alapvetően 900%-ban nem is merült fel a pénzt adjanak, ezért hülyeség ezzel foglalkozni az egész. Figyeljetek, mondjuk ki, tehát, hogy tényleg az van szerintem mindannyiunk fejébe, hogy nekünk is van valami fajta értékrendünk. Azt, hogy most az valós vagy nem, de van. És azért lássuk be, hogy a mi értékrendünkben mondjuk Alekosz azért egy másik helyet foglal el, mint mondjuk az udvaros Dorottya. Ezt szerintem mindenki vállalja. És a probléma ott kezdődik, hogy ugye nem arról van szó, hogy egy szerintünk egyébként az asztalra valamit lepakoló ember, aki értéket képvisel, az pénzt kért azért, hogy ő elmenjen egy interjúba, hanem hogy egy olyan ember kért pénzt, akinek legalábbis kétséges az ilyen jellegű besorolása mindannyiunk fejében. De nézett. Érted? És nézik. És ettől, de azért mondom, hogy mindig visszább lépünk egyet. Nem, visszatérünk oda, hogy üzlet. Az az érték, hogy valakit ismerünk, az önmagában egy érték. Ha csak az üzleti részét nézzük, akkor elképzelhető, hogy egy Alekosz interjú több nézőt hoz, mint egy udvaros Dorottya interjú. És jól van ez így? Az egy másik kérdés. Az egy másik műsor, de hogyha most forintosítjuk az egészet, akkor lehet, hogy ott csilingel jobban a kassa. Így van. Na, gyerekek, valami másról még, és itt folytatjuk a sajtóetikával, valami érdekes egyébként, pár hónappal ezelőtt ebben a műsorban botránkoztunk meg azon, hogy a német Die Aktuelle című heti lap a mesterséges intelligenciával készített, segítségével készített egy interjút Michael Schumacherrel. Akiről tudjuk ugye, hogy kómában fekszik otthon, és megtévesztő volt, ugye ők azt a látszatot keltették a címlapon, mintha valóban Schumacherrel készítettek volna interjút, ott volt a képe, az első interjú ez volt, és ilyen apró betűkből lehetett ilyen félreérthető mondat volt, hogy ez mesterséges intelligenciával készített valami, és Schumacher szájába igazából ilyen mondatokat adtak, hogy az életem teljesen megváltozott, vagy a feleségem és a gyerekeim áldást jelentettek számomra, nélkülük nem tudtam volna túljutni ezen a nehéz időszakon, kvázi, mintha már felépülés alatt lenne. Újra fel tudok állni egyedül, ezt is Schumacher mondta. Óriási botrány, főszerkesztőt kirúgták, és most találtunk egy interjút, ennél sokkal óvatosabb volt a riposzt. Ők Zambó Jimmyvel csináltak interjút a mesterséges intelligencia segítségével, de így írták le, hogy képzeletbeli interjú a születésnapos Zambó Jimmyvel, és ha még élne, biztosan rengeteg interjút adott volna az utóbbi napokban az énekes, és ezért, és akkor itt idézem, lapunk tett egy kísérletet arra, hogy a mesterséges intelligencia segítségével megidézzük őt, és elkészítsünk vele egy mennybéli interjút. Természetesen mindezt a legnagyobb tisztelettel tettük, ügyelve arra, hogy ne sértsük meg a király emlékét és szeretei érzéseit. És ezt az interjút, ezt három kérdést ebből is választ felolvasok nektek. Az újság. Drága Jimmy, nagyon boldog születésnapot kívánunk neked. Erre Jimmy, köszönöm szépen, nagyon különleges érzés, hogy ma itt lehetek veletek. Következő. Először is, hogy érzed magad a mennyországban születésnapodon? Jó kérdés. Csodálatosan érzem magam, mondja Jimmy. Itt minden tele van békével és harmóniával, és azokkal az emberekkel lehetek, akiket szerettem és szeretek. Harmadik kérdés. Ha üzenetet küldenél a rajongóidnak és szeretteidnek, mi lenne az? Jimmy válaszol, szeretet teljesen üzenem mindenkinek, hogy az élet rövid, ezért éljék meg minden pillanatát. Szeressék egymást és érezzék meg a zene varázsát minden napjainkban. Az emlékek mindig veletek maradnak, és a szeretet sem múlik el soha, ezeket magatokkal hozzátok majd ide, a mennyországba. Köszönöm, hogy gondoltok rám, ennyi év elteltével is. Na, mennyire volt ez Jimmy-s ez az interjú? Hát Jimmy is volt, mert ilyen kicsit ilyen...
Szirupos. Szirupos, mondjuk igen, nem akartam. Oké. Okay. De ezt az interjút adhatta volna akár Máté Péter is, vagy... Nem? Tehát, hogy... Máté Péter ilyen interjút nem adott volna. Mi, ki adott volna ilyen interjút? Senki. Hát még ez Mennyországból még nem kapcsoltak akkor senkit. Tehát nagyon élesen Jimis válaszok voltak. Tehát jól csinálta a mesterséges. De szörnyű, hogy egy ilyen interjú egyáltalán elkészül. Én most nagyon megnyugodtam. Tehát én hosszú ideje azért nagyon sokat aggódtam azon, hogy a mesterséges intelligencia, hogyha megérkezik, akkor itt minden romba fog dőlni, mert ez majd annyival értelmesebb lesz mindannyiunknál, és hogy ki mindenki munkáját fogja elvenni. Hát ha ennyi telik tőle, én nem aggódom tovább. Nagyjából egy negyedikes általános iskolás, hogyha megkérsz, hogy készítsen egy interjút a képzeletbeli Jimmyvel, akkor körülbelül ez lenne a végeredmény. Jó, de egyébként etikailag hogy gondolod? Nem mentek olyan messze, mint ugye a Diaktuelle, hanem ez egy ilyen finomabb verzió volt. Etikailag van ezzel kapcsolatban kifogásotok? Én egy mondatot hiányolok, bocsánat, ebből az egészből az elejéről azt, hogy ugye a hozzátartozók, vagy nem azt, hogy nem akarják sérteni az érzéseiket, hanem hogy az interjú a hozzátartozók beleegyezésével készült, mert azt hiszem, hogy ez jogilag akkor van rendjén, nem? Hát, de nem, ők nem azt mondták, hogy Jimmyvel csinálták. De kitett el akartak lenni az hozzátartozók. Jó, gyerekek, ez mindenképpen, most ez lehet, hogy egy játéknak tűnik ez az egész, de ez egy nagyon veszélyes dolog. De ez nem játék. Mert aztán majd jönnek azok az interjúk, amik a nevünkben fognak elkészülni. Mit szólnátok ehhez? Tehát, hogy most már nem hívnak fel, meg kellemetlenek hát vagytok. Hát eddig se hívtam, túl sokat kérek. Túl sokat kértek. Na, de most már Mandika mondta. Na, de most már nem csak az, hát a TikTokon van egy applikáció, vagy van a lehetőség, hogy leveszik akárhonnan 5000 millió helyről a hangodat a netről, igen, és azt a hangot, mondjuk Bocskor Gábor elénekli a Ding-Dongot, mert meg tudják csinálni, Bocskor Gábor hangját leveszik valahonnan, az én dalomat odarakják. Soha nem lehet olyan csodálatos, mint a teljének. Gori, kérlek már. Nem tudhatjuk még. Nem tudhatjuk, hogy az, de érted, bármi előfogos, csak játéknak gondoljuk ezt, de aztán ebből kirobbanhat egy háború is. Egy olyan egy politikusnak a szájába adnak olyan szövegeket, amit ő mondana, és látjuk az arcát, és halljuk a hangját. Bandi, mondtam, hogy visszatérünk a szülinapodra. Most, amikor felhúztam magam. Ebben az időállapotban kell szépen. Várjál, ez izgi lesz. Ugye most töltötted be a... Nem mond már! Nem mondom ki. 99. És hát nyilván a mesterséges intelligencia hát attól az, hogy ismeri a karakteredet, nyilvánvalóan minden információt innen-onnan összeszed, és ezért, most akár hiszed, akár nem, képzeld el, hogy mi egy születésnapi interjút készítettünk Csonka Bandival a mesterséges intelligenciával. Nem vicc? De. És megvan, de itt van a kezemben. És azt csináljuk, Bandi, igen, hogy én felteszem neked a kérdést, te megválaszolod, és utána én megválaszolom, hogy mit válaszolt a te nevedben a mesterséges intelligencia. Mert? Na, Csonka András, igen, milyen érzés számodra, hogy betöltötted az 59. életévedet? Utálok a számokkal foglalkozni, ennek van egy pszichológiája, nyilván a 19-99 az olcsóbbnak tűnik sokkal, mint a 20, tehát éppen ezért a jövő évtől egy kicsit tartok. Nos, az idő gyorsan elrepül, és valóban furcsa érzés most itt lenni 59 évesen. Sok tapasztalatot szereztem az évek során, és számos kihívással is találkoztam, de összességében hálás vagyok mindenért, ami eddig történt velem. Tök jó. Hát egyébként ez mondja, kicsit ez zsírdes. Azért mondom, hogy ez nagyon jó. Kicsit szirupos ez is, de nem belefér. Van olyan pillanat, esemény vagy tanulság, amit kiemelnél az életedből? De... Mondjad akkor! Te mit mondanál? Valamire gondol a Dóri, ő kiemelne. Mondja, a fejeden. Hát azon már elég érdekes. Jó, mit emelnék ki? Hát az, hogy az álmaimat valamilyen módon valóra tudtam váltani, a színház, és akkor még a popzene is. Tehát, hogy sok álmomat valóra váltottam eddig. Mit tudom én? Az élet tele van kihívásokkal és örömökkel. Az egyik legfontosabb tanulság számomra az, hogy mindig próbáljak tanulni a tapasztalatokból, és ne féljek változtatni, ha szükséges. De ez olyan közhelyes. Andi! De mit tápláltatok be abban a gézében? Rózsaszín falvédő. Rosszat szokott mondani? Akkor van egy konkrétabb kérdés. Na, konkrétabb. És hogy érzed most magad fizikailag, mondjuk a hátad és az öregedés szempontjából? Tehát itt kiderül rögtön, hogy van egy polckorong sérülés. De egyébként nem, jól érzem magam. Azt gondolom, megteszek sok mindent mozgás szempontjából is, hogy a kondimat, a fittségemet, a lendületemet megőrizzem. Sajnálattal kell bevallanom.
hogy az öregedés folyamata néha ijesztő és fájdalmas. A hátamra gyakran panaszkodom, és az elmúlt években észrevettem, hogy egyes dolgok nehezebben mennek, mint korábban. Az öregedéstől való félelem valóban jelen van az életemben. Jó, mondjuk az utolsó mondat az... Őszintébb dolog, igen, nem bullshit-el úgy, mint te. Miért? Ne arra, mikor láttál engem hajlott háttal bottal járogatni? Nem, de hogy itt legalább bevallotta a negatívumokat is. Tehát, hogy nem, ez nem volt, itt te voltál sziruposabb. Most mondott először negatívat, mert nem nagyon mondom úgy, nem. A öregedés dolog félelem az rendben van, de milyen fájdalmak kísérik a hátam? A hátam. Ez mikor mondtam, hogy fáj a hátam? De, nem mondtad, én kérdeztem. Ja, értem. Milyen tervekkel nézel szemben a következő években tekintettel a fizikai állapotodra? És az öregedés félelmére is. Hát a kérdésből az vonatkozik, örüljek, hogy hát megélem ezt a honlapot. Ne kommentáld az újságírót, kérlek. Ne nagyon legyen. A újságírót nem kommentál. Hát még vannak terveim, esetleg, már ne nézd rám így, hát igen. Lehetnek még terveim, nem? Esetleg még álmaim, még érzem, hogy van még előre. Már ez is elég szirupos egyébként. Jó. A további években továbbra is szeretnék fejlődni, de elismerem, hogy az öregedéssel együtt járó kihívásokkal is szembe kell néznem. Próbálom elfogadni a változásokat, és igyekszem azokhoz alkalmazkodni. Az egészségemre még nagyobb hangsúlyt fogok fektetni, és megpróbálom pozitívan kezelni az öregedéssel járó kihívásokat. Köszönjük a beszélgetést! Nem, még egy van! Még egy van! Van valami, ezek kérdés, van valami, amit üzenetként hagynál azoknak, akik még csak most lépik át az 50-es évei kapuját, és esetleg hasonlóan éreznek az öregedéssel kapcsolatban? Hajrá előre, mit tudom én. Te meguntad ezt az interjút, ő nem? Igen. Ennél, hogy az üzenet az a legborzalmasabb, és már a kérdésben is annyira édeskedés. Szeretném megosztani velük, hogy az öregedés természetes folyamat, és mindenki szembesül vele. Fontos elfogadni a változásokat, és megpróbálni megtalálni az örömöt és a pozitívumokat az idő múlásában. Az egészségünk megőrzése érdekében azonban érdemes odafigyelni rá, és időben kezelni az esetleges problémát. Az öregedés nem jelenti a visszavonulást, hanem egy új fejezet kezdetét, amit érdemes teljes szívvel megélni. Na, látod, milyen jó mondom? De most minden válaszban ugyanazokat járunk körbe. Az öreged, örülök, hogy öregszem, de azért öregszem, és szembenézek. Olyanok ezek a válaszok, hogy mondta Bandi bácsi, aztán igen. Ebédre hívták az idősek otthonát. Na jó, gyerekek, egy nagyon cuki témával jövünk vissza, képzeljétek el. Egy ma... Te vegyél levegőt és pihenj. Nem tudom. Ez marad meg, valaki bekapcsolja a tévét, és ez marad meg benne. Fáj a hátam. Egy ma már felnőtt nő megtalálta a saját 10 éves kislány korában írt bakancslistáját. Most találta meg, és ezt 50 pontban foglalta össze, hogy mit vár az élettől, mit vár saját magától. Megnézzük ezt a bakancslistát, egy pár pontnál megállunk, nyilván nem mind az 50-nél. Beszéljük majd meg azt is, hogy ti 10 éves korotokban ilyen kategóriákban mikre gondoltatok, miket terveztetek, mit szerettetek volna, és esetleg most így 50. Szóval, hogy van-e még valamit ráírni a bakancslistára. Jó, Bandi, jövünk vissza. Mindjárt a reklám után. Még tartozunk egy bakancslistával. Képzeljétek el, egy kanadai nő, felnőtt nő, költözködés közben megtalálta azt a listát, amit ő 10 éves korában írt. 10 éves kislány, 50 pontban összefoglalta, hogy mit vár. 50 pont, igen, nem mind az 5-öt, vagy nem mind az 50-et vesszük, de hát nyilván kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ti mit gondoltatok arról, hogy 10 éves korotokban mi lesz veletek, mitek lesz, milyenek lesztek. Egyébként ti csináltatok listát 10 éves korotokban? Ilyesmit? Én nem. Nem, senki, ugye? A fejbe. Ti írtatok naplót például? Hát néha írtam, aztán néha nem, de én írtam néha. Írtál, és megvan még, vagy az teljesen elveszett? Volt egy naplóm, ami megvan, és annak nagyon örültem a... Nagyfiammal, amikor várandós lettem, akkor elkezdtem írni neki egy naplót. Ugye ő benn volt a hasamba, és amikor betöltötte a 18-et, akkor a szülinapján odaadtam neki. És ez annyira,
Az nagyon jó. És ő tudott vele mit kezdeni? Mert ugye ezek a te érzelmeid, hát ő akkor a hasadban szuszogott. Csoda szép dolgot mondott. Mi ugye elváltunk az édesapjával, miután ő tudom, 3 éves volt, és elolvasta a naplót, és azt mondta nekem, hogy azért csodálatos, hogy ezt megmutattam neki, mert ebből a naplóból kiderült, hogy mi őt akartuk. Oh. Hogy ő azt olvasta végig, hogy mi őt nagyon szerettük volna, és hogy ez neki mennyire fontos, hogy ő ezt tudja. Hú, akkor most hogy kezdem el ezt az 50-es listát? Igen, egy párat összeszedek itt nektek, és akkor beszéljük ezeket végig, hogy nálatok voltak-e ilyen vágyak. Ugye itt van, hogy állatorvosnak lenni, egyetemre menni, Afrikába utazni, támogatni egy gyereket, szerezni egy jobb biciklit. Ez most itt 5 pont hirtelen. Szóval, a fejetekben, 10 éves korotokban megjelente már az egyetem? Biztos, hogy nem. Semmi. Egyetem az nem. Semmi. Én már akkor színész akartam lenni. Tudod, egyébként mi volt a fejem? Hogy a szomszéd fájára hogy vegyem le a gyümölcsöt. Nem mondja, hogy hívják ott a bicikli. De várj, akkor nézzük, álom hely, ahol el akar jutni Afrika. Na, arra például emlékszem, hogy aztán Dr. Jimeknek a valamilyen Afrika kutató volt, a nagy könyvét lapozgattam, és láttam az elefántokat, és én Afrikába akartam menni. Azt hiszem, hol van, azt hittem, hogy az egy ország. Emlékszel a Daktari című sorozatra? Daktari! Te én láttam a Daktari. A banja oroszlánnal. Neked nincs meg? Hát ez egy másik generáció. Daktari, neked sincs meg. Látod, Gabi, mi félszavakban megértjük egymást. Igen. Gabi, de mi ez a Daktari? De az egy zseniális sorozat volt, az is azt hiszem Afrikában. Afrikában, Clarence a banja oroszlán is. Na mindegy. Tehát Afrikában nektek volt olyan... Én régész akartam lenni. Tehát, hogy én szerintem Indiana Jones, tehát szerintem valami ilyesmi vonal miatt, és emlékszem, hogy kaptam egy ilyen kis ecsetet, és akkor a kertben minden tujának az alját így ecsetezgettem. Nem jött ki semmi csont. És keresgéltem, és valahogy ez, és én Egyiptomba szerettem volna nagyon eljutni. Igen, igen. Na menjünk tovább a listán. Nem őrülni bele a fiúkba, csak keresztény fiúkkal randizni. Először is mit gondoltatok ti 10 éves korotokban a fiúkról? Én? De akkor mi? Peti, bocs, hogy kihagytanak. Az a baj, nem erre néztél, bocs, én átad, Dórinak átadom. Na most komolyan, tehát akkor még külön klik volt csajok, vagy azért volt, hogy már gondoltatok rá, meg de jó lenne férhez menni, meg ilyenek? Én 10 éves koromban kerültem be a Rock Színház Nyomorultak előadásába. Én akkor álltam először színpadon. Oh. És halálosan szerelmes voltam a Sasvári Sanyiba, mint ahogy mindenki akkoriban. Tényleg? Igen, mert ő volt a Jézus Krisztus szupersztárban. Akkor is Jézus volt? Hát akkor mindig, volt Jézus. Igen. Leginkább de ő nem 10 éves volt? Ő nem volt 10 éves, ja, nem. Dozi? Mi a kérdés? 10 éves korodban a fiúkkal hogy voltál, bébi? Hát én ott nekem... Én ott váltottam iskolát, és nekem nehéz volt a beilleszkedés az új iskolába. Arra emlékszem, hogy ez egy nehéz évem volt, mert akkor elköltöztünk, és egy ilyen teljes mikroklímaváltás volt, ami szerintem egy kisgyereknek nehéz. Úgyhogy először nem a legjobb pasit néztem ki az osztályba, csak a második legjobb pasit. Hogy de az önbizalom hiány miatt, vagy miért? Hát, hogy még nem akartam egyből olyannak tűnni, aki lecsap a legjobbra. Tehát taktikáztál. Igen. De ezzel féltékenyítettem a legjobbat. Hey, és a következő évben már nagyon jó vagy, Rozi. Nagyon jó vagy. És sikerült? Levadáztad? Azt hiszem, igen. És azt hiszem, ott durrant el utána, egy kicsit egy évvel később az első csók talán. 11 éves korod körül? 12. Hát egy puszi, arc, szájra puszi. Jó, oké, de hát az nekem később volt. Na mindegy. A szájra puszi. 14 voltam szájra puszi. De hát későn érő vagyok, nem látod? Mi most jön csak a szex? Tényleg! Bocsi! Várom már! Bocsi! Ha kell segítség, nyugodtan szóljál a kérdésre. Nem úgy! Nem kell segítség! Jó, de adsz tanácsot, ezt akartad mondani. Jó, köszönöm. Jó. Szájra puszi. Az mi van? Hát az,
Én óvodás voltam gyerekek. Akkor én képzeld el, óvodás voltam, és akkor volt egy óvodás társadalom, és akkor előre szaladtunk, mindig kísért minket haza az óvón, egy ilyen magánóvoda, mert magánóvoda volt, mindegy, nem érdekes, csak egy nő, egy hölgy, aki németül tanított minket. És akkor előre szaladtuk, és azt mondtam neki, Ildi, halt. Most csináljunk úgy, mint a Klossz kapitány. Mert a Klossz kapitány, én is Klossz kapitány. Klossz kapitány, és a főcímben volt egy csókolózós jelenet, és akkor nyilván betorazárt szája le, azt hittem úgy kell nyilván. Azt úgy maradtam, tehát ez... És akkor betorazált szája. Hát, hogy erősen, szorítottam a fejét, tessék. Nyitva volt a szemed? Mit tudom én? Hát, nem tudom, lehet, hogy itt van, nem, de a lényeg, hogy betorazált száj. De mint Klossz kapitány, úgy csókolózott. Hát én, Klossz kapitány. Én meg ezt is csak ő tudja, mi az a Klossz kapitány. Én tudom, mi a Klossz kapitány. Fogalmam nincs amúgy. Mindegy, egy lengyel fénysorozat volt. Stanislav Mikulski. Így van, Stanislav Mikulski volt, és ő egy német tisztet játszott. Igen. Tudjátok, hogy az 50 év alatti nézőket már fél órája elvesztettük. Köszönöm, Rozi. Hát előtte felolvasott egy órás interjút velem az öregedésemről, hát akkor hadd bizonyítsam már be. Ott vesztettük el. De nem a bocsi hibája volt. Na nézzük tovább. Legyen egy csivavám, jogsit szerezni, férhez menni. Na nézzük az elsőt. Állatok. Minden gyerek akar állatot. De nem kapják meg többnyire. Mi kis teknős kaptunk, ékszerteknős. De azt akartál? Vagy az volt a kompromisszum? Akkor volt mindegy 5 forintos, az 2 év múlva meg ilyen nagyobb lett. Igen, és 2 év múlva még nagyobb. Tudod, az volt a kemény, hogy 2 kaptunk, 2 ilyen picit, és akkor etettük, megnőtt, csak utána meg már egy kicsit úgy elveszt, tehát már nem annyira foglalkoztam. Nekem is volt ékszerteknősöm, tudom, miről beszélsz, de ezt akartad, vagy ezt kaptad? Mert ugye általában szokott, hogy kutyát akarod, de kapok ezt egy hörcsögöt. Kaptam, én is kutyát akartam, én nagyon kutyás vagyok. Kutyát akartál, és kaptál egy teknős. Szuper. Te? Nekem Mimi Irsetterrel nőttem fel. Tehát volt eleve? Volt. De hát kutya, én kaptam egy kutyát. Nagyon kutyás. Igen. Igen. És akkor én Mimivel nőttem fel, nagyon szerettem, és minden gyereknek kutyát. Hát egyébként igen, akkor először is utoljára volt kutyánk. Soha többet nem volt, igen, egy kobor kutya, akit örökbe fogadtunk. És most öreg napjára nem akarsz egy kutyát. De most meg az interjúban már teljesen. Hajlott háttal, bottal, mellett. Nem baj. Most önző vagyok. Na, menjünk, itt van a jogsit szerezni, ez itt volt. Az autóvezetés, hát az azonnal, az mindenkinek, nem? Autót akarok vezetni. Persze. Nektek? Például apa engedte apa ülében picit elvezetni a Skodát, vagy nem tudom mit, tehát az autóvezetés, ez nektek is mánia volt? Én nagyon szerettem, én motoroztam is kiskoromban, volt motorom a Telken, Simpson, meg Romet. Viszont én taxisofőr akartam lenni, én nagyon szeretek vezetni, meg, tehát én nekem a kocsi, meg minden azokat nagyon... Csak ez a rohadt futball keresztbe vágta a karriered. Pont az, hogy jókor jött, hogy jól jött a futball. Na, akkor megyünk tovább. Legyen gyerekem, ezt is elhatározta 10 évesen, szerintem erre nem nagyon gondolt senki. Nem tudom, exotikus ételt enni és siklóernyőzni. Gyerekkel kapcsolatban gondolom senkinek nem volt, hogy... Igen, az volt a fura, hogy én egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a dologgal, de annyira nem, hogyha úgy eszembe jutott, akkor inkább úgy voltam vele, hogy úgy nekem nincs viszonyom ehhez a dologhoz. Tehát, hogy így gyerek, és ez egészen addig így volt, amíg 17 évesen megismertem az első férjemet, és akkor ez így megtörtént, és én egy hónap múlva nem tudom miért, azt éreztem, hogy én gyereket akarok. És akkor így azóta így mindig akkor akarok gyereket, ez mi, hormonális? Lett is három. Ez hormonális? Vagy nem tudom. Nem tudod. De, és teherbe is estél azonnal? Vagy onnantól még várni kellett? Nem, ilyen rendesek voltunk, összeházasodtunk, és akkor utána elhatároztuk, hogy akkor legyen nekünk gyerekünk, és akkor utána legyen gyerekünk, igen. Jó, Peti, te nem akartál gyereket 10 évesen? Nem. 10 évesen. Jó, még gyorsan 2 mondok. Szerepelni a Canadian Idolban, ez a kanadai csillag születik, abban szerepelni. Uh-huh. Illetve sosem plasztikáztatok. Jó, na ez érdekes, ugye itt azért vannak művészek is, tehát hogy ez gyerekként megmutatkozni, valamit bemutatni, a tehetségemet megmutatni, arra emlékeztek-e 10 éves korotok környékén, hogy mi volt az álom? Hát ez az, hát de nem engedték.
Én Kovács Krisztián akartam lenni. Hahó Ölcsi, hahó a tenger, égigérő fű. Én ezeket, voltam. Tessék? De hol voltál akkor? Hát nem engedték, hogy gyerekszínész legyek. Nem engedték, anyám, még nem akarták, tehát hogy... tévében szerettél volna gyerekszínész. Igen, szerettem volna egy gyerekként, igen, már szerepelni. És akkor maradtak az iskolai vers és prózamondó versenyek. Au. Ugye mi a sanyarú gyerekkoromban? Nem, én a versmondást gyűlölöm, mint műfajt. Hát én is Janikovszkivát mondtam mindig, aki imádok, hogy ő csodálatos. Na, Dóri? Hát én meg gyerekszínész voltam. Hát ennyi, igen. Hát te Bondi Álmát élted. Hát abban a korábban őnek már az Erkel színházban voltak teltházas koncertjei. Hát, ott voltam. Igen, ezért felesleges voltam. De Peti, biztos. Én, hogyha így visszagondolok, tudod mi a... Tehát én háttértáncos. Háttértáncos, valaki mögött kézzelted? Oké, világos, de valaki mögött kézzelted, mit tudom, Szikora Robi, vagy Korda Gyuri? Nem, hát nekem mindig ez, amikor kicsi voltam, a brosz, ezek nagyon-nagyon tetszettek, és akkor azok, akik táncoltak, így hárman, négyen. Megmertem volna esküdni, hogy te 10 éves korodban mondjuk a Népstadionban akartál volna játszani. Akkor még ilyen... nagyon kicsi voltam, tehát ez akkor még nem volt ez a fejem, hogy teltház előtt akarok játszani. Tehát háttértáncos. Táncos, tehát táncos. Nekem az nagyon tetszett. És tudsz táncolni amúgy? Hát, ha nagyon sokat iszom. Ha nagyon sokat iszom, akkor nagyon rugalmas lesz a lábam. Na most nem. Hát, most nem. Jobb az alkohol, mint a Wim Hof. Rozi, te? Én 10 éves koromban még ez nem volt kialakulva, ott még a régésznél tartottam. De szerettem volna felfedezni valamit. Nagyon, és az egyébként mai napig bennem van, hogy szerintem nem a gasztronómia irányába megyek, akkor a tudomány irányába mentem volna. Feltalálni, hogy ez valamilyen biológiai vagy régészeti dolog, azt nem tudom, de ez volt, hogy valamit a múltból rájöjjek valamire, amit eddig nem tudtunk, vagy a jövőből, de valami feltalálással kapcsolatos. És képzeljétek el, hogy aztán megkérdezte valaki, ők ezt kitette, megkérdezte valamelyik kommentelő, hogy és akkor te most egy Afrikában élő siklóernyős állatorvos vagy? És a válasz nem, csak egy unalmas könyvelő lettem. Ezek az álmok. Gyerekek. Most itt... Valami vidám sztorit, hogy így ezzel befejezzük. Csak egy záró kérdés. Bandi ugye 59 a... Igen. Itt van Sittes Rozi, és a stand-upos Dóri, meg Peti. Gyorsan tudnátok-e, amit... És én, aki még szűz. Várom. Szóval, hogy van-e akár csak három pontban egy, amit most így bakancslistára tennétek? Én nekem egyértelmű, hogy a gyerek az első, tehát hogy abból a buliból nem szeretnék kimaradni, tehát hogy gyereket nagyon-nagyon szeretnék, nyilvánvalóan. Egészség legyen, a többit megvesszük. De ez bakancslista? Jó, oké, letesz akkor érte? Tehát, hogy az egy bakancslista. Én Japánba nagyon szeretnék elutazni, egy japán körtúrát. Egyszer egyébként, ami nagyon nagy vágyam, ha már ilyen utazás, hogy egy lakóautóval egy hónapig Ausztráliában menjek körbe, de ezt már a gyerekemmel látom magam előtt. Tehát, de jó. Hogy ez nekem így benne van, mint vágy, mint kép. Képzeld el, én akartam venni a legelső Volkswagen buszt, az a T1-es, az a hippi busz, igen. És hogy a Nóri lányommal elindulunk itt Európába, Olaszországba, stb. És aztán egyébként most már van is kedve hozzá, egyrészt egy ilyen busz, ha jó állapotú, 50 millió forint, tehát iszonyat. Aha. 2, 80-nal megy, nincs benne klíma. De engedd el a T1-et, ha elengeded a T1-et. Nem engeded el a T1-et, nyáron akkor mi? Mennétek? Lakóbusz, hát most nem. Nyáron mennétek? Akkor nincs meleg annyira, nem? Most... Nyáron nincs meleg annyira. Azért mondom, mert mondod, hogy nincs benne klíma, most csak úgy hülyeségből mondtam. Igen, de nem, télen nem. De mindegy, erről most letettem egyenőre. De ez egy ilyen túra, az bakancslistás. Amúgy tetszene. Dóri? Nagyon szeretném ez igazából az én férjem álma, de annyira belelkesített. Nagyon szeretném vele megnézni a sarki fényt. Ó. Egyszer valahogy. Olyan, mint amilyen 30 éve nem volt, és még 30 évig nem lesz. Mikor lesz? A sarki fény. Akkor 30 év. De idén a legdurvább a sarki fény. Hova kell ahhoz utazni pontosan? Valahol északra. Ezt én is tudom, Dóri, haló. Valahol északra. Ennyit nem fogok. Még a dolog, csak még nézem ezeket a képeket. Lapföldre. Sarki fény. Szóval igen.
A másik, hogy nagyon szeretnék végigmenni az El Camino-n, legalábbis egy szakaszán, de mondjuk egy ilyen legalább 20-valahány mit napos szakaszán. A gyerekeimmel akarok végigmenni egyszer. Majd amikor már akkorák lesznek, hogy a legkisebb is bír menni 25 napig, és úgy velük elmenni. A mit vársz ettől? Ez egy másik hosszú műsor témája. És a harmadik, de ez ilyen, tényleg ilyen bakancs is, hogy egyszer úgy szeretnék még valami miatt olyan rendesen igazán táncolni. Ilyen táncos akartam lenni tulajdonképpen. Én annak is tanultam, tehát nekem elvileg a foglalkozásom a táncos, csak nem kaptam diplomát, mert lesérültem. És a szombatesti lázba táncoltam az én férjemmel, meg az Angyal Andrissal, mert ott két partnerünk volt, és az nekem csodálatos élmény volt. De hogy a tánc az valahogy még úgy olyan jó lenne. Professzionálisan, tehát nem Havannába elmenni egy szalsza bárba. Hanem valami, és nem ilyen verseny, tehát Istenben sem akarok versenyezni, hanem valami, mondjuk egy színházi feladat miatt, valami miatt úgy valami rendes, igazi táncot úgy táncolni. Igen. Na, Bandi? Én arra készülök, hogy 10 év múlva arról olvasgass nekem, hogy hogyan kell készülnem az öregedésre. Jó. Peti. Hát most így, én azon gondolkoztam, hogy például nagyon-nagyon szeretném, vagy nagyon jó lenne az életem, hogy mondjuk a fiam, aki focizik, hogy mondjuk bemutatkozzon az NB1-be, tehát hogy vagy válogatottba, esetleg külföldre szerződjön, és ott ki tudnék menni meccsére, azt nagyon-nagyon szeretném. Meg én utazni nagyon szeretek. De van olyan hely, ahol el akarsz jutni? Ausztráliába nagyon elmennék. Megyünk buszozni. Meg Kanadába is nagyon elmennék. Jó, hát gyerekek, kívánom nektek, hogy ezekből legalább egy pár pont összejöjjön. Az enyém a legkönnyebb. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mosala Rozi! Szinetár Dóra, Kovács Peti és Csonka Bandi. Köszönöm, hogy néztek bennünket, találkozunk egy hét múlva. Jó éjszakát, viszontlátásra!